összekötnék a gödöllői hévet a kettes metróvonalával. A BKK már várja a terveket. A beruházás előkészítésére 5 milliárd forint van, de a főváros abban bízik, hogy kevesebből is megoldható lesz a munka. A közgyűlés már tavaly megszavazta a beruházáshoz szükséges 300 milliárdos keretet, melynek jelentős részét uniós forrásból biztosítanák. Az MSZP szerint azonban olcsóbb megoldás is lenne a problémára. Naponta több mint 70 ezeren ingáznak a gödöllői hévvonalon. A főváros ezt a megállót kötni össze a néhány száz méterre lévő metróvonallal. A fővárosi közgyűlés már tavaly döntött a beruházásról, van, aki mégsem tudott róla. Nem hallottam. Hát biztosan, hogy egyszerűbb lenne a közlekedés. Jó, hát persze, hát az sokkal könnyebb lenne a csomagokkal is, meg mindennel közlekedni, hogyha nem kell átszállnia az embernek. Mennyit csomagolná? Hát egy 10 percet biztos, hogyha nem kéne átszállni. Tehát akkor az Aha, igen, ez jó ötlet amúgy. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 10 éve már készített egy tanulmányt arról, hogyan lehetne összekötni a két vonalat, akkor azonban semmi sem lett az ötletből. Az egyesület elnöke szerint mindenkinek előnyös lenne, ha átszállás nélkül lehetne utazni Gödöllő és a déli pályaudvar között. Számítások szerint akár 50%-kal is nőhetne az utasszáma hívnek a mostani szakaszán. Azaz rengeteg út nem csak azt jelenti, hogy többen használnák, hanem olyan új utasokat lehetne nyerni, akik eddig például autóval próbálták meg megközelíteni a belvárost, ők szinte bizonyosan letennék az autójukat, amennyiben a belváros felé van dolguk. Dorlán Lajos szerint valószínűleg az lenne a legolcsóbb megoldás, ha a vonalakat egy felüljárón keresztül kötnék össze, így az autós forgalmat sem akadályoznák a szerelvények. A főváros 300 milliárd forintból kötni össze a vonalakat. A fővárosi MSZP szerint mindössze harmadába kerülne, ha a két vonal egy közös peronon találkozna a földfelszínen. Itt csak néhány métert kellene sétálniuk az utasoknak. Ha ugyanezt egy teljesen közös hálózatként építik át, akkor viszont meghaladja a 300 milliárdot a beruházás. A szakmai tanulmány, amit készített a Városháza, az is kimutatta, hogy összesen 3 perces időelőnyér, közlekedési időelőnyér, egy 40 perces utazáson, ami szinte elhanyagolható, ezért cserébe több mint 200 milliárd forinttal többet költünk, tehát ez egy észszerűtlen rossz megoldás. Kerestük a főpolgármesteri hivatalt is, hogy megtudjuk, melyik megoldást tartanák támogathatónak, de szabadságon vannak az ügyben illetékesek. A terveket egyébként augusztus 24-ig várja a BKK.